Sok szeretettel köszöntök mindenkit. A mai webinárium témája a digitális káprázatok, új média oktatást segítő tananyagok, csomagokhoz kapcsolódó médiatudatosság projektek a digitális témahéten. Ennek kapcsán fogok beszélni először magukról a tananyagokról, meg fogom mutatni a honlapot, ahol elérhetőek, utána pedig végig fogok menni azokon a projekteken, amiket ajánlunk. A digitális témahét honlapján elérhető 4 olyan projektötlet, amelyeket ezekhez a tananyagokhoz kapcsolódva fejlesztettünk ki, és a Digitális Gyermekvédelmi Stratégia az idei digitális témahétre egy külön díjat is kitűzött ezeknek a projekteknek a megvalósítására. Előre is fogok beszélni az előadásomban. Ezek tehát azok a bizonyos tananyagok, a digitális káprázatok, a médiatudatosság fejlesztése órakeretben és azon túl, ahogy a digitális médiaműveltség nagyon fontos szerepet játszik a digitális eszközökkel támogatott oktatás területén is. Fontos az, hogy az internet használat, az nem csak elvet képviseljük, hogy a kockázatokat és a lehetőségeket ki kell egyensúlyozni, az internetben számos lehetőség elég, ugyanakkor vannak olyan kockázatok, amelyeket meg kell tanulnunk kiküszöbölni. Ennek pedig a legfontosabb első módszere az a média tudatosság, a média nevelés fejlesztése, ezért több egyéb ezzel foglalkozó tananyagunk mellett elkészültek 2019 erejére a digitális káprázatok, tananyagok, tanórái. Ez összesen 36 darab tanóra. A céljuk az, hogy a digitális média műveltséget fejlesszék, és olyan kortárs média jelenségeket és problémákat mutatnak be, amelyek a gyerekek hétköznapi életében is jelen vannak. Ilyen a híres vélemény témakörének az elkülönítése például a tartalom és az információ hitelességgel, vagy a testképpel, a függőségekkel foglalkozó témakörök. Ezek tehát olyanok, amik érintik a gyerekek hétköznapjait, az ő saját életükben indulnak ki, ugyanakkor napjaink kultúrájáról is sokat árulnak el. Ez a tananyag csomag a Digitális Gyermekvédelem.hu honlapon keresztül érhető el a tananyagok címszó alatt. A digitális káprázatok tanóra csomag 12 témakörben összesen 36 tanórát foglal magában. Ez azt jelenti, hogy vannak olyan témakörök, amelyekben csak 2 tanóra van, vannak olyanok, amelyekben 4 tanóra van. Az évfolyamban, tehát igen, sokrétől 8-től a 12. évfolyamig ajánljuk őket, de ezek természetesen csak ajánlások, tehát elképzelhető az, hogy a tanár a saját évfolyamán akkor is tudja tanítani ezt a tananyagot, hogyha mi nem pont arra az évfolyamra ajánljuk. Ezek úgy vannak fölépítve, ezek a kicsike csomagok. Egyrészt, hogy lehessen belőlük választani a csoport érdeklődése, a tanár ízlése, illetve szaktárgyának megfelelően. A legtöbb tananyag az beépíthető az informatika, a magyar nyelv, illetve a történelemtantárgy kereteibe, illetve természetesen osztályfőnöki órán is bevihetők. Nagyon sok olyan tananyag van, ami az etika területén használható, de van olyan tananyag, ami szinte bármely tantárgyhoz, akár még a természettudományokhoz is tud kapcsolódni. A tananyagoknak a honlapon található furcsa elrendezése, ami itt is látható a képen, ezt a szabad bejárású logikát tükrözi. Ugye 2 nagy témakörünk van, az 1-es az a társadalomról szól, a 2-es pedig az egyénről, és alatta is így a színek alapján próbáltuk elkülöníteni azt, hogy melyik témakörök kapcsolódnak szorosabban össze, és melyik témakörök kapcsolódnak kevésbé szorosan össze, tehát ha tanórai keretben tervezzük ezeknek a tananyagoknak a megvalósítását, és akár több időt is szánnánk rá, mint 2-4 tanórát, akkor érdemes végignézni ezeket az útvonalakat, és úgy fölépíteni egy ilyen kis tananyagcsomagot. Egyébként a tananyagok leírásánál találunk minden esetben nagyon részletes ajánlót arról, hogy honnan, hova lehet ezekkel a témakörökkel eljutni, melyik után melyiket javasoljuk. Megvalósítható ugyanakkor a tanórai kereten kívül tematikusan is, eleve úgy lettek ezek a tananyagok fölépítve már, hogy lehessenek projektek alapjai, erről fog majd az előadásom nagy része szólni. A tananyagok azok úgy épülnek föl, ezt hamarosan meg fogom majd mutatni a honlapnak is a működését, hogy komplex kidolgozott óratervek, segédanyagok és módszertani útmutatók is a pedagógusok rendelkezésére állnak, és van egy rendkívüli digitális innováció is ebben a tananyagban, az úgynevezett digitális tolltartó, amelyet azért így neveztünk el, mert ez a pedagógusnak segít, az az online felület, amelyen ezek a tanórák elérhetők, ezek nem az órai munkához szükségesek, az órai munkához a tanár maga állítja össze a digitális pedagógiai anyagát, ez a tolltartó, ez őneki is segít a felkészülésben, mindjárt meg fogom mutatni, hogy hogyan. Először is azonban elmondanám azt, hogy milyen koncepció áll a digitális káprázatok digitális pedagógiája mögött. Mi ugyanis, akik ezen a tananyagon dolgoztunk, ezen több médiatanár dolgozott, illetve egy digitális pedagógia szakértő, Tisza Géza, akinek szintén van kapcsolódása a médiaműveltség oktatásához, és ezért de az volt a szándékunk, hogy egy olyan digitális eszközökkel támogatott tananyagcsomagot hozunk létre, ami megfelel annak, amit mi a médiaműveltség felől közelítve hasznosak gondolunk ebben a témakörben. Az első és legfontosabb dolog az, hogy Google környezetet használunk, mégpedig azért, mert ezt a legkönnyebben elérhető, mint minden pedagógus és minden iskola számára, és a legegyszerűbb, legtöbb alkalmazás ezen keresztül elérhető. Használunk néhány olyan alkalmazást, amik talán kevésbé ismertek, de Google-re épülnek, például a Flippity, ahol a táblázatokra építve lehet mindenféle online feladatokat létrehozni, vagy a PIRDEK, ami pedig egy interaktivitás segítő prezentációs szoftver, nekem a személyes kedvencem egyébként, de ezen kívül több mint 25 különféle digitális alkalmazást található a programon. A program, és ebben nagyon erős a médiapedagógiai vonal, hogy mindenképpen a Bring Your Own Device, tehát a saját eszköz használata módszert támogatjuk, mégpedig azért, mert azt gondoljuk, hogy mivel itt a gyerek saját média használatáról van szó, ezért mindenképpen saját eszközt kell használni, ráadásul ugye nagyon sok esetben olyan alkalmazást kell használni, amire saját maga van fölregisztrálva, van olyan feladat, ahol a Facebookot, az Instagramot használjuk, projektek is lesznek olyanok, ahol ezeket használatba veszük, és ott mindenképp fontos, hogy a saját fiókján keresztül érje el a tartalmakat. A tanárok segítését úgy képzeltük el, hogy a tanár digitális jártasságának megfelelően több szinten támogatjuk ezt a programot. A kezdő digitális pedagógiában még járatlan a pedagógusok számára elkészítettünk nagyon sok anyagot előre, mint a tananyagformában, aki viszont haladóbb, ő akár dönthet úgy is, hogy az általunk ajánlott digitális alkalmazások helyett valami más használ. Én például a digitális káprázatok tananyagcsomag, amikor fali újság alkalmazást javasol, akkor mindig a Linoidot javasolja. Én jobban szeretem a Padletet, és nem hozok olyan sokat létre, hogy elfogyjon ott a lehetőségem, úgyhogy én ilyen esetben mindig a Padletet szoktam választani. Ilyes típusú választási lehetőségei vannak a tanároknak, és akkor most megmutatom magát a honlapot is. Tehát ha ráklikkelnék a tananyagra, akkor egy Google Drive mappa nyílna meg, illetve megnyílna egy olyan felület előtte, ahol tanórákra lebontva megtalálom a tananyagokat, és tanórákra lebontva a témakörönként is megtalálom az egyes feladatok leírásait, illetve megtalálom azokat az alkalmazásokat, amik ott használhatóak, és a tanórákra egyenként rányitva megtalálom a megfelelő Google Drive dokumentumokat, ezt ki lehet majd próbálni, viszont most akkor rátérek az előadásom következő részére, ahol pedig be fogom mutatni azokat a tananyagcsomagokat egy kicsit részletesebben, amelyikekre épülve projektet lehet létrehozni. Van két olyan projektünk, amelyek kifejezetten arra szolgálnak, hogy, hogy már előre úgy vannak fölépítve a programban, hogy egyszerűen lehet őket projektként használni. Sajnos ezek csak 4 órások, és ezért, hogyha valaki használni szeretné őket a program során, akkor kénytelen további órákat hozzátenni, de ez nem fog problémát okozni, mert ugye egy projektet nyugodtan lehet több órában is, egyébként ezek egy kicsit alul vannak tervezve. De most beszélnék egy kicsit a digitális gyermekvédelem külön díjról, illetve a pályázat elbírálásának a feltételeiről. Olyan projektet kell itt, tehát olyan projektet tudunk elfogadni, ami megfelel ezeknek a feltételeknek, és a digitális káprázatok tananyagcsomag valamelyik témakörére épül, és a nyertes pályázókat meglátogatja majd a DJP utazó digitális élménybusza, amelyik egy egész délelőttös programot jelent, és a nyertes osztály bepillantást nyerhet a Lego robotok, a VR szemüveg, és a 3D nyomtatás és a drónok világába is. Van először egy előadás, utána pedig egy gyakorlati bemutató is, ahol a gyerekek mindent kipróbálhatnak, ez tehát a győztes osztályoknak a jutalma lesz. A témakörök, amelyek megjelennek a digitális káprázatok tananyagcsomagban, 2 olyan van, ahogy említettem, amelyek a projektekhez kapcsolódnak, a részvétel az áltársadalomban, illetve a dezinformáció és fake news. Ezek azok, amik egy az egyben önállóan már most projektként is használhatók. Ez ugye a 2-es és az 1B2-es témakör, és a továbbiakban viszont most a 4 projektötletről fogok egy kicsit részletesebben beszélni, és az ehhez kapcsolódó tananyagokat is valamelyest viszonylag felszínesen bemutatni. A részvétel az eltársadalomban témakörnek az a célja, hogy a tanuló aktív és kreatív tevékenységet folytasson, és ne pusztán a letöltött tartalmat ossza meg, tehát hogy tanulja meg azt, hogy hogyan lehet a előállításban aktívan részt venni. Ehhez egy elég egyszerű feladat van. Minden csoportnak egy utazást kell terveznie, és kell csináló útolyanjárót készítenie. A projektleírásban nagyon részletesen ott van, hogy milyen szempontok alapján, és ugye az a feladat, hogy ezt mindenképpen tanórai keretben kell csinálni, és a tanulók viszont a tanórai keretben nem ülhetnek egymás mellett, viszont online kell kommunikálniuk. Tehát ez a projekt, ez aktívan gyakoroltatja a részvételt az társadalomban, amellett, hogy valóban utána egy projektanyag is keletkezik, de ennek igaziból nem ez a fő célja, hanem az, hogy gyakoroljuk az online kommunikációt és együtt dolgozást, és erre a projektre is vonatkozik az, ami az összes többire, hogy érdemes egy ilyen lezáró, összefoglaló órát csinálni hozzá, amelyet majd utána így értékelni tudják ezt az eredményt. A következő témakör, amelyikhez szintén kapcsolódik projekt, az a dezinformáció és a fake news. Itt az a feladat, hogy egy kutatást kell végezni. Ez ami ott látható példa, ez az Obama Kickstore Open nevezetű viszonylag híres ilyen áll videó, amelyen Obama elnököt látjuk, ahogy megtartja a beszédét, majd kimegy az ajtón és dühében belerúg egy nagyot. Ez egy hamis videó, és a hozzá kapcsolódó feladat pedig az, hogy a gyerekeknek az iskolában körbe kell járniuk, meg kell mutatniuk különféle embereknek ezt a videót, meg kell hallgatniuk róla a véleményüket, és utána ezt összefoglalva kell írni arról, hogy a környezetükben az emberek mit gondolnak a dezinformációról, illetve az álhírekről. A projektötletek a DTH honlapján, azok ugye a digitális témahét.hu-n a módszertani segédleteknél érhetők el. Ez az a 4 témakör, amelyhez konkrét valódi projektötlet kapcsolódik. A projektötletek általános jellemzői, tehát most már erről a 4 projektötletről beszélek, amik a digitális témahét honlapjáról is elérhetőek, hogy mindegyike 3 tanórás, és ez a 3 tanóra lefedi a felkészülést a projektre. Témakörönként kétféle projektet ajánlunk, kutatás projektet vagy kreatív projektet, illetve a tartalmas információ hitelességénél csak egy témát, a kutatást ajánljuk, és ezen kívül a tanár döntése alapján további 2-4 óra szánható a projekt megvalósítására és értékelésére, illetve mindenképpen javasoljuk azt, hogy minden projekt záruljon értékelő és feldolgozó órával, ahol egyrészt megnézik egymás elkészült munkáit, másrészt reflektálhatunk arra is, hogy hogyan zajlott ez az egész program, ugyanis a digitális média műveltség fejlesztésének nagyon fontos jellemzője az, hogy mindig reflektálunk a tanulási folyamatra is, itt pedig erre különösen nagy szükség lesz. A kutatós projektek is tulajdonképpen mindig működnek, hogy megvizsgálunk egy jelenséget, és utána reflektálunk arra, hogy ott mi történik. Az internetfüggőségek problémakör az valószínűleg rendkívüli módon foglalkoztatja a tanítványainkat is. Ennek a témakörnek az a célja, hogy tudatosítsa, hogy a mértéktelen olyan jelenlétnek milyen személyiségromboló hatásai vannak. A internetfüggőségek tanóráiban a lájkfüggőségről, a FOMO-ról, vagyis a kimaradástól való félelemről és a játékfüggőségről is tanulnak a gyerekek, és a kutatás projekt, az pedig egy FOMO-teszt és a hozzá kapcsolódó mini-interjúk, ez egy kicsit hasonló feladattípus, mint az álhíreknél. A FOMO ugye azt jelenti, hogy Fear of missing out, a kimaradástól való félelem, ez az a jelenség, ez nem valódi függőség, inkább csak a problémás média használatnak a jele. Az a jelenség, amikor úgy érezzük, hogyha nem vagyunk fönt folyamatosan a közösségi oldalakon, akkor valami nagyon fontosból kimaradunk, de nyilván mindannyian láttatok már olyan fiatalt, aki még óra közben sem tudja megállni, és előveszi az Instagramot, hogy megnézze, hogy mi újság van rajta. Ez a FOMO, illetve felnőttként is egyébként érezhetjük a FOMO-t. Én olyankor szoktam érezni, rám nagyon jellemző az, hogy a Facebookon rengeteg eseménybe jövök, hogy azokra mind el akarok menni, és aztán persze egyikre sem megyek el, és rosszul érzem magamat emiatt, és ez is valamilyen módon FOMO, mert azt látom, hogy körülöttem mennyi minden mérhetetlen, izgalmas dolog történik, és ezekből kimaradok, noha nyilván nem lehetek jelen egyszerre 4 különböző rendezvényen, vagy a hét minden napján valóban rendkívül izgalmas dolgokon. A kutatós projektben a gyerekek a projektötlet leírása alapján összeállítják a saját FOMO tesztjüket, ott több mintatesztet is javaslunk, amiből össze lehet állítani, és az álhíres feladathoz hasonlóan interjú alanyokat keresnek, kitöltetik velük a FOMO tesztet, és utána megkérik őket, hogy reflektáljanak arra, ami ebből a tesztből kiderült, ez egy néhány kérdéses teszt kell legyen. Hogyha az interjú alanyok engedélyt adnak, akkor ezt hanggal vagy videóval rögzíteni is lehet ezeket a mini interjúkat, és akkor utána ugye ezekből a interjúkból, illetve a teszteredményekből áll össze valamilyen fajta összefoglalás arról, hogy a megkérdezettek mit gondolnak a FOMO-ról. Az nagyon fontos, hogy ennél a projektnél, vagy a legtöbb projektnél azt ajánljuk, hogy a gyerekek csoportban dolgozzanak, és a csoportmunkát értékeljük, és itt például a FOMO kutatásnál lehetőség van arra, hogy mindenki csak 2-3 embert kérdez meg, de akkor egy 4 fős csoportban ugye már elég nagy mintánk lesz, és ha az egész osztály kérdezi, akkor érdekes lesz a különbségeket megnézni. A kreatív feladat az egy lájkvadász szimuláció, itt mindenképpen kötelező csoportban dolgozni. Az a feladatuk, hogy a tanulócsoportban tervezzenek meg, és hozzanak létre egy lájkvadászfotót, vagyis egy olyan fotót, amiről azt gondolják, hogy biztosan nagy sikert fog aratni a közösségi médiában. Ezt azért előtte mutassák meg a pedagógusnak, de utána viszont valóban publikálják a képet, illetve lássák el a megfelelő hashtagekkel, stb. És utána figyeljék a terjedését, illetve ugye miután csoportban dolgoznak, az is elképzelhető, hogy ők maguk is rásegítenek a terjedésre, és akkor a tanár által megadott időtartam, ugye néhány nap a digitális témahét keretein belül, annál több nem lehet, megfigyelik a poszt terjedését, készítenek egy képernyőképet az eredményről, és utána erről is történik egy ilyen írásos dokumentáció, leírás arról, hogy milyen döntéseket hoztak, hogy ezt a képet csinálták, milyen eredmények lettek, mit csinálnának másképp, és milyen tanulságokat tudnak belőle levonni, ezt a csoport közösen kell, hogy létrehozza, és a kép, a képernyőkép, illetve ez a dokumentáció közösen adja a projekt eredményét. Ez tehát az internetfüggőségek témakörhöz kapcsolódó projektötlet. Az online jelenlét és testképzavar, ez is egy rendkívül fontos témakör, amit, hogyha az internetbiztonságot a hagyományos módon az eszközök felől közelítjük meg, akkor talán nem is gondoljuk, hogy ez is része az online média kockázataiknak, pedig ezt a korosztályt ez a probléma nagyon erősen érinti. A 4 tananyag foglalkozik a sztárkultusszal, foglalkozik az online identitással, és foglalkozik a testkép szerepével. Egyébként itt nagyon érdekes feladatok vannak benne, le kell tölteni néhány ilyen testkép alakító alkalmazást, és azokkal létrehozni ideális testeket, és utána gondolkodni erről. A projektötlet az erre a témakörre szintén két ötletet javaslunk. A kutatós témakör, ez egy példagyűjtemény. A diákok a témakör elméletéhez kapcsolódva szintén csoportban tudatosan keresnek a saját közösségi média eléréseikben, ugye akár az Instagramon, akár a Snapchaten, akár a TikTokon, akár bárhol olyan hamis, manipulált, ideologizált képeket, amelyekről úgy érzik, hogy valamilyen fajta hamis testképet közvetítenek, illetve aki még ennél is összetettebb feladatot akar, azt csinálhatja azt, hogy egy médiaeseménnyel kapcsolatban csinál ilyen példagyűjteményt. Ugye a közelmúltban volt a Schóbert Norbertnek a testszégyenítéssel kapcsolatos botránya, ennek a földolgozása például jó lehet, reménykedjünk benne, hogy a digitális témahét környékén is lesz egy ilyen aktuális és forró téma, amit majd föl tudunk dolgozni. A kutatás eredményeit úgy kell prezentálni, hogy kis csoportban létrehoznak egy olyan online és offline, vagy offline felületet, ezt a csoport vagy a tanár választhatja ki, ahol az eredményeiket bemutathatják. Itt is a példagyűjtemény és a hozzájuk kapcsolódó reflexiók jelentik az értékelést. A kreatív feladatban pedig a tanulók egy Instagram oldalt kell, hogy létrehozzanak egy fiktív személyiségnek, ezt is tanulócsoportban csinálják, ehhez meg kell tervezniük azt, hogy ki lesz ez a fiktív személyiség, és utána létrehoznak neki egy oldalt, ahol a képzelt karakter által feltöltött képek, videók találhatók, amik illeszkednek ehhez a személyiséghez. Itt lehetőség van arra is, hogy ezek a létrehozott személyiségek, ugye ezt is egy-egy tanulócsoport hozza létre, úgyhogy lesz 4-5 ilyenünk, ezek egymással is kapcsolatba léphetnek és kommunikálhatnak egymással. Ezt ugye előre meg kell tervezni, meg lehet határozni előre, hogy hány posztot várunk el, és utána megnézzük ezeket a személyiségeket, és egy közös megbeszélésen reflektálunk, illetve értékelünk, illetve itt is a projekt értékelése az így zajlik, hogy egyrészt ez az Instagram oldal megfelele a feltételeknek, másrészt pedig a reflexiókat is ugyanebben a logikában, hogy mit tanultam, mit csinálnék, máshogy mit tettem, mi volt a célom. Ezekre a kérdésekre kell, hogy a reflexiók válaszoljanak. A tájékozódás több forrásból témakör, az a társadalom vonulathoz tartozik. Ugye az előző kettő, a függőség meg a testképzavar, az a kettes csoportba az egyénhez tartozott. A tájékozódás több forrásból az egyik talán legfontosabb témakör ebből az egész 12-ből, és olyan, amihez minden tantárgy tud kapcsolódni, illetve talán a következő is olyan lesz majd. Nagyon fontos, hogy a tanuló értse, hogy miért fontos a több forrásból való tájékozódás, és miért probléma az, hogyha sérül a médiarendszer pluralitása, hogyha egy oldalú lesz ez a tájékozódás, illetve fontos, hogy ismerje a szűrőbuborék jelenséget, és legyen képes arra, hogy a szűrőbuborék hatást a saját média használata során csökkentse. A tananyagcsomag az elég jól körbejárja a részben a több forrásból való tájékozódás, részben a szűrőbuborék jelenséget, részben pedig azt, hogy hogyan tudjuk magunk is tenni azért, hogy több forrásból tájékozódjunk, és ugye itt is egy kutatási és egy kreatív projektfeladat lesz. A kutatási feladat az egy média eset tanulmány készítése. Ebben az esetben a csoport közösen kiválaszt egy aktuális sokakat foglalkoztató a médiában zajló eseményt. Ugye most például aktuális lenne mondjuk a koronavírus, mint olyan téma, ami jelentősen tematizálja a közbeszédet, és nagyon sok szó esik róla, de ki lehet mást is találni. Sajnos ennél jobb példát most erre a mai előadásra nem találtam. Minden esetre az a feladat, szintén csoportos munkában, hogy összegyűjtik a fölelhető forrásokat, és követik az esemény útját a médiában. Ugye a koronavírus azért nem tökéletes példa, mert valószínűleg ez még nagyon sokáig fogja uralni a közbeszédet. Egy apróbb történet, egy apróbb esemény, az ugye elképzelhető, hogy csak néhány napig vagy egy hétig jelenik meg a közbeszédben, úgyhogy ennek, ha mondjuk a közepén vagyunk, akkor amikor kitűzzük a projektet, akkor elképzelhető, hogy az egész történetet, az összes egymást követő cikket nagyjából meg fogjuk tudni találni, és le is cseng ez az esemény, mire el kell készíteni a végleges projektet. Összegyűjtik a fölelhető forrásokat, követik az esemény útját a médiában, és aztán közösen összeállítanak egy forrásgyűjteményt, tehát ha mondjuk a koronavírus, akkor közösen a tanulócsoport összehoz egy 10 cikkből álló listát, ami különféle módokon, különböző forrásokból mutatja be a koronavírus témakört, és utána ebből önállóan, tehát minden csoporttag egyedül készít valamilyen fajta esszét vagy prezentációt, ezt a tanár dönti el, hogy micsodát, és utána ezeket is bemutatják és megvitatják. A kreatív projekt az egy, ilyen itt rosszul van írva, az egy prezentáció vagy kisfilm készítése az információs szűrőbuborék fogalmáról, tehát nem az, ami oda van írva, hanem az információs szűrőbuborék fogalmáról. Ehhez kapcsolódik egy forrás a tananyagokban, de ez ott van a projektötletekben is. A tanuló vagy tanulócsoport kiválasztja, hogy az információs szűrőbuborék ból való kitörés lehetőségei közül melyiket választja. Ugye az információs szűrőbuborék az az a jelenség, amit gondolom, hogy már ti is tapasztaltatok a saját közösségi média használatotok során, hogy leginkább olyan tartalmak jelennek meg, amelyek érdekelnek titeket, illetve amelyekkel egyetértetek, és azok, amelyek nem érdekesek vagy ellentmondanak a véleményeteknek, azok általában nem jelennek meg, mégpedig azért, mert a közösségi média algoritmusai figyelik a kattintásainkat, kedveléseinket, és ennek alapján igyekeznek nekünk olyan tartalmak adni, amiről azt gondolják, hogy szeretni fogjuk, és nem olyat, amitől azt gondolják, hogy mérgesek leszünk. Ez viszont azzal jár, hogy elzáródunk azoktól a forrásoktól, amik nem egyeznek a véleményünkkel, és ezért ugye, korlátozottabban értesülünk a világ dolgairól. A tananyagban egy óra szól arról, hogy hogyan lehetséges ebből a szűrőbuborékból kitörni, és három fő kitörési utat mutat, az egyik az a böngésző beállítások, a másik a személyes adatok védelme, a harmadik pedig az online kapcsolatok. A tanuló vagy tanulócsoport itt lehet egyéni is, vagy csoportos is ez a projekt. Kiválasztja minden esetre, hogy melyik kategória szakértője lesz, és önálló kutató munka után elkészít, vagy egy prezentációt, az kevésbé kreatív, de ideális esetben egy kis videót, egy vlogot arról, hogy az ő szakértői módszerével hogyan lehetséges kitörni az online szűrőbuborékból, és utána a közös lezáró alkalommal megnézik ezeket a műveket, és értékelik őket. És ugye mindenhol találhatók a projekt leírásban a részletes értékelési szempontok is. Az utolsó projektötlet, amit itt szeretnék bemutatni, az a tartalom és az információ hitelessége. Ez a témakör bevezeti részben a plurális média és szűrőbuborék témakört, részben az álhírek témakört, ezek ugye egy csomagba tartoznak, és ezeknek a célja az, hogy a tanulók tisztában legyenek azzal, hogy az online információ az nem minden esetben megbízható, van olyan, hogy torzít, és ismerjék azokat az alapvető eszközöket, amik arra szolgálnak, hogy a tartalomszolgáltatók hitelességét megítéljük, illetve ismerjék a tényellenőrzés, vagyis a fact-checking alapvető módszerét és a bizonyítékokon alapuló érvelést. Ehhez a témakörhöz egy olyan projektet ajánlunk, kutatós projektet, ami akár több tantárgy együttműködésében is megvalósítható, sőt az ideális az, hogyha ezt nagyon sok tantárgy pedagógusai együtt csinálják, ugyanis itt a diákok vagy a pedagógusok döntésének megfelelően kiválasztanak egy-egy áltudományos témát, vagy tévhitet, vagy éppen tudományosat, amiről nem tudjuk eldönteni, hogy tévhite vagy sem. Ehhez a projektötletek dokumentumban rengeteg forrás található, és akkor ezt az áltudományos vagy tudományos gondolatot vizsgálják meg a tényellenőrzés módszereivel, és szabadon választott módon prezentált, alapvetően egy prezentáció keretében bemutatják azt, hogy mit derítettek ki erről a szempontról. Ezt ugye nagyon jól lehet használni a történelem, a magyar, de akár a biológia témakörében is, itt ugye az orvostudománnyal kapcsolatos áltudományos tartalmakról nagyon jól lehet beszélni. És itt ugye ehhez a témakörhöz viszont nem ajánlunk semmifajta kreatív projektet, itt ezt a tudományos projektet ajánljuk. Tehát összefoglalva, ezek voltak azok a projektötletek, amelyeket a digitális témahéten a médiatudatosságra neveléssel kapcsolatban meg lehet valósítani. A digitális káprázatok tananyagcsomagból 2 olyan tananyag van, amelyik a amelyik már önmagában is alkalmas arra, hogy projektet valósítson meg, és további 4 tananyaghoz készült projektötlet, amelyek a Digitális Témahét oldaláról elérhetőek. Én szeretném mindenkinek megköszönni a figyelmet, akinek további kérdése van, attól akár e-mailben is várom a kérdéseket, és a digitális gyermekvédelem.hu oldalon elérhetőek ezek a tananyagok, amikről ez az előadás szólt. Köszönöm szépen!